Köszöntöm nézőnket, itt vagyunk a Szent Annai Sámuel Gimnázium szakközépiskolában, és hamarosan kezdődik egy érdekes Szent Annai Napok keretében egy konferencia. Ennek egyik előadója Borog Tibor rendőrhelyzetes, a kisújszállási rendőrös parancsnoka. Előadásának az a cím, hogy hogy ne váljunk áldozattá. Ez már egy kérdőjeles mondat, tehát éppen gondolom, hogy arról fog beszélni a jelenlévőknek, hogy hogyan is tudnak segíteni a gyerekeknek, hiszen diákok is itt lesznek, abban, hogy ne legyenek ők az áldozatok. Jól gondolom? Tulajdonképpen praktikus tanácsokat igyekszem adni, nem csak a gyerekeknek, nem csak a diákoknak, hanem minden korosztálynak, annak érdekében, hogy elkerüljük azt, hogy bárki bűncselekmény áldozatává váljon. Olyan széles spektrumú már a bűncselekmények elkövetési módszere, hogy nem győzzük ezt elégszer hangsúlyozni, hogy a bűncselekményeket nem üldözni, hanem megelőzni kell, hiszen a megelőzés a legjobb tényezője annak, hogy a lakosság biztonságérzete erősödjön. Éppen most lehetett azért olvasni, hogy az iskolában megjelentek a szarkák, idézőjelbe téve, tehát tűnnek el mobiltelefonok, értékek. Gondolom, hogy ez is nagyon fontos, hogy a gyerekek vigyázzanak az értékeikre. Hogyan tudja erre fölhívni a figyelmüket? Ahhoz, hogy a bűncselekmény elkövetése, bűncselekményt elkövessék, a bűncselekmény megtörténjen, ahhoz mindenképpen szükséges egyfajta sértetti közrehatás. Amennyiben a sértett megtesz mindent annak érdekében, hogy az értékeire vigyázzon, hogy magára vigyázzon, akkor jóval kisebb valószínűsége annak, hogy bűncselekmény áldozatává válik. Mert ilyen esetben bármilyen hatékony is a rendőrség, sérelem történt, jogsértés történt, tehát nem kifejezetten jó dolog az, hogyha már egy megtörtént sérelmet próbálunk orvosolni, hanem tiszta dolog az, és a legjobb dolog az, ha megelőzzük a cselekményt. Mit tudnak tanácsolni, hiszen az iskolában vagyunk, hogy hogyan vigyázzanak itt a gyerekek az értékeikre? Tulajdonképpen először is nagyértékű dolgokat, nagyértékű műszaki, technikai eszközöket ne tartsanak maguknál. Ha pedig maguknál tartanak, akkor sose hagyják felügyelet nélkül, hiszen ott, ahol nagyon nagy számú gyermek, felnőtt, nagyon nagy számú közönség megfordul, ott nagyon nagy valószínűsége van annak, hogy alkalomszül szüli a tolvajt, elven valami eltűnik, valami sérelem történik. Mi az még, amit megtehetnek otthon a lakásukban, hiszen itt most az iskolára szűkítettük a dolgot, de vannak felnőtt nézőink is, tehát ők hogyan védjék értékeiket, hiszen láthatjuk a felhívást, hogy megjelentek a trükkös csalók, a fa árusok és tolfelvásárlók, tehát hogyan tudnak védekezni otthon is az emberek a saját értékeikért, hogyan tudják megvédeni. Sajnos manapság a bűnözés rossz szóval professzionálissá vált, tehát ha már kinyílik a kapu ezek előtt, az elkövetők előtt, nagyon nagy valószínűséggel megtörténik a baj, megtörténik a sérelem, megtörténik a bűncselekmény. Tehát a kapu mindig legyen zárva, lehetőleg a zár olyan kulcssal nyíljon, amely nem vásárolható bármilyen sorozat jellegű kulcs a boltokban, és mindenképpen amennyiben akár hivatalos szerv képviselőjének adja ki magát az illető idegen, győződjön meg róla a lakó, hogy valóban megfelelő azonosítókkal, igazolványokkal rendelkezik, amelyet egyébként minden egyes energiaszolgáltató cég és szolgáltató cég hirdet és reklámokban hírel, hogy milyen okmányokkal igazolhatja magát a munkatársa. Akkor reméljük, hogy ezeket a tanácsokat is minél többen megfogadják azért, hogy ne váljanak áldozattá. Köszönjük szépen! Én köszönöm a lehetőséget. A rendezvényt Kovács Szilvia alpolgármester asszony fogja megnyitni. Gondolom, hogy fontos ez az esemény a város életében is. Igen, nagyon fontos városunk életében ez a rendezvény, hiszen Szent Annai Sámuel nevéhez és munkásságához hűnek kell maradnunk, ápolnunk kell az ő általa letett hagyományokat, illetve tudományos értékeket és munkákat, és ez a konferencia is olyan szakmai pontokat feszeget és olyan előadásokat tartogat számunkra, amely napjainkban mindenképpen megoldandó feladatokat, megoldandó problémákat állít elé, és ezeknek a megoldása és kiteljesítése által lehet egy biztosabb és boldogabb jövőt biztosítani a felnövekvő nemzedék számára, hiszen rend, biztonság, egészség és a környezetünk védelme nélkül úgy gondolom, hogy nem lehet jövőt építeni.
És hát mindez a három előadás, ami el fog hangzani, átölel az iskolának a profilját is, hiszen beszéltünk a rendvédelmi oktatásról, van mezőgazdasági oktatás, és hát egyre több érdeklődő van a vendéglátás turizmus iránt is, és szerencsére Karcag is rendelkezik olyan értékekkel, amelyekre lehet képezni ilyen szakembereket. Így van, ez pontosan így igaz, és ez a hármas pillér, amire tulajdonképpen az előbb is utaltam már, ezt teremt meg számunkra, a városunk számára, és úgy gondolom, hogy mindenki élete számára egy biztos olyan pillért, amire mindenki biztosan építheti életét és jövőjét. Hát az előadók nevét látva nagyon érdekes előadások fognak elhangzani. Én azt kívánom önnek is, hogy sokat profitáljon ebből a mai napból, és hasonló előadásokat még hallgassunk másoktól is sokszor. Köszönöm szépen, és szeretnék gratulálni az iskola vezetésének, hogy ilyen alkalmas és jó témákat tudott egy csukorba szedni, és én is bízom benne, hogy mindenkinek kellemes, hasznos és jó időtöltés lesz ez a mai nap. Köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen. A Szent Annai napoknak mintegy zárónapja a mostani szakmai konferencia. Gyökeres Sándor igazgatóval beszélgetünk. Úgy tudom, hogy a hét több napján is zajlottak események. Mi minden volt a héten? A Szent Annai emléknap tulajdonképpen egy rendezvénysorozat, tehát nem egyetlen egy napból áll. A héten szerdán kezdődtek a megemlékedések, szerda délután iskolánk diákjainak egy jelentős létszámú csoportja. Az elődeink, tehát az iskola régebbi elhunyt tanárainak, illetve volt vezetőinek a sírjait koszorúzták meg, ezzel megemlékeztek az ő munkásságukról, illetve mindarról a munkáról, amivel az iskolánkat építették, és tulajdonképp oda juttatták, ahol most jár. A második nap az a csütörtöki nap volt, amikor 12 órakor egy megemlékezés kezdődött, és megkoszorúztuk Szent Annai Sámuel, tehát névadónk, iskolánk egykori igazgatójának a szobrát, és itt megemlékeztünk a munkásságáról, illetve azokról a pályaműveket, azokat a pályaműveket értékeltük és jutalmaztuk, amiket a Szent Annai Alapítványra diákjaink készítettek és beadtak. A mai nap pedig a harmadik nap, amikor egy szakmai fórum keretében emlékezünk meg az iskola szakképzési tevékenységéről, amely az elődeink munkájára épülve ma is őrzi a mezőgazdasági jelleget, természetesen azóta a kor igényeinek megfelelően kiegészülve más képzési formákkal is. Így az előadóinkat is úgy szoktuk összeválogatni az elmúlt években, úgy válogattuk össze, hogy a különféle szakképzések valamilyen formában képviseletet kapjanak ebben a fórumon, tehát ezen a Szent Annai emlékünnepség sorozaton. Hát éppen ezért van ma is rendőr előadó, van olyan, aki az élelmezés tudományban van otthon, van olyan, aki a turizmusban, az Okocentrum részéről. Tehát azt hiszem, hogy ez is egy ilyen fontos dolog, hogy a diákjaiknak minél szélesebb tájékoztatást tudjanak adni. Igen, így válogattuk össze, tehát az élelmezés a mezőgazdasághoz, az élelmiszeriparhoz kapcsolódik, belügyi rendészeti pályaorientációs képzésünkhöz kapcsolódva az áldozottá válásról, illetve a rendőrség és a belügyi rendészetnek a napjainkban aktuális feladataival esik szó, illetve a harmadik terület a tiszatabbi ökocentrumnak a munkásságát vagy munkáját mutatja be, amelynek alapvetően a környezetvédelmi képzésünkhöz kell kapcsolódnia. Hiszem, hogy a gyerekek is sok mindent hallhatnak itt, ami újdonság, és lesz a folytatása, hiszen úgy tudom, hogy nem csak önök vannak itt, hanem testvériskolából is vannak itt delegáció tagjai. Igen, a Székely Keresztúri Zeigdomokos szakközépiskolából is vannak nálunk most az iskola képviselői, akik szintén részt vesznek ezen a ünnepségen, és ezzel megemlékeznek ők is az iskola kapcsolatairól, illetve arról a munkáról, amit a testvériskolai kapcsolatok ápolása során végzünk. És hát minden évben beszoktunk számolni arról, hogy önök is mennek különböző testvériskolai rendezvényekre. Azt hiszem, hogy ez is egy szép dolog, hogy őket is meghívják hasonló rendezvényre. Igen, több ilyen kapcsolatot is ápolunk.
a bács-topolyai mezőgazdasági iskolával, illetve németországi iskolával is van kapcsolatunk, és kialakulóban van Szepsivel is egy Karcag egyik testvérvárosa, az ottani iskolával is kialakulóban van, újraéledőben van a testvériskolai kapcsolat, én bízom benne, hogy az is sikeresen létrejön majd. Még hogy így lesz, és a mai napra pedig még jó tanácskozást kívánunk önnek is. Köszönjük szépen, köszönöm. Az egészséges élelmiszerek, táplálkozás és egészség címmel tart előadást dr. Dinya Zoltán egyetemi tanár. Azt hiszem, hogy nagyon jó helyre jött, hiszen itt a gyerekek nagyon sokat tanulnak az egészséges élelmiszerekről is, a mezőgazdaságról is. Hogyan látja a helyzetet, hogy próbálnak az emberek átérni az egészséges élelmiszerek fogyasztására? Hát kérem, ez egy nagyon nehéz és egy rendkívül fontos kérdés. Ugyanis ne várjuk a csodát, az emberi egészségért tenni kell. Magunknak, saját magunknak. És azt tudjuk, hogy a táplálkozásunk, az életmód, az egy döntő faktor. Számos betegség kialakulásában és lefutásában. Tehát én ma az egyik legfontosabb dolognak tartom a média, illetve az iskolák részéről az egészségtudat fokozását. Hogy olyan információkat közvetítsünk az embereknek, amelyekkel kitölthetik egészségesen a kódolt élettartamunkat, mert az élettartamunk kódolt. De hogy azt az időtartamot hogy töltjük ki, milyen egészségi állapotban, az nagyon sok vonatkozásban rajtunk múlik. Na most a magyar élelmiszerek, tehát a magyar élelmiszer alapanyagok nyugodtan mondhatom jók. Tehát megvan az az alap, amire építeni lehetne itthon is, hogy megtartsuk egészségi állapotunkat. Ugyanis a sejteknek a működéséhez nagyon sokféle anyagra van szükség. Vannak az energiát adó összetevők, zsír, fehérjék, cukrok, szénhidrátok, de vannak olyan anyagok, amelyek a egészséges sejt működéshez nélkülözhetetlenek, és ezeket gyümölcs, zöldség, gabona alapú táplálkozással tudom fölvenni. Tehát ha azt veszem, az ősember valaha sokkal egészségesebben élt, mint a mai ember. Rengeteg gyümölcsöt, zöldséget fogyasztott, halat fogyasztott, alacsony volt a cukorfogyasztása, sófogyasztása, viszont nem volt immunrendszere, tehát ezért volt nagyon rövid az élettartama. Tehát nálunk most abba az irányba kellene menni, hogy ne a úgymond feldolgozott élelmiszereket fogyasszuk, lásd gyors élelmiszer láncokban kaphatókat, hanem azokat, amelyek magas beltartalmi értéken rendelkeznek. Az egyik legfontosabb kérdés például a gyümölcs és zöldségfogyasztás. Mind a kettő nagyon lényeges, hangsúlyozom, mert mind a kettő olyan összetevőket juttat be a szervezetünket, amit a másik nem. Például a légzésünk az életünk alapja, de ezért törekszünk meg. Tehát a halál az egy törvény, és nem büntetés, mondta Seneca 1000 évvel ezelőtt, ezért nekünk tenni kell. És a gyümölcs-zöldség alapú táplálkozással pontosan azokat az összetevőket tudjuk fölvenni, amivel az oxigén káros hatásait tudjuk csökkenteni szervezetünkben. Például a tumoros megbetegedéseknél az egyik döntő 35-40%-kal szereplő rizikófaktor a táplálkozás. A vastagbéltumorok, ami sajnos ma egyre inkább előtérbe kerül. A melltumorok, hormonális melltumorok, például a változó korú nőknek tenni kellene, hogy 40-45-50 éves korukban olyan táplálkozást folytassanak, hogy azokat a hormonokat, amit a szervezet már nem termel, pótolni tudják. Ilyen például a brokkoli. Fölhívnám a figyelmet, az egyik legegészségesebb zöldségünkre, a brokkolira, a káposztafélékre, de ne jó magyar szokás szerint készítsük el őket, hogy vízbe rotyogtatjuk, hanem gőzbe rövid ideig pároljuk, és akkor rendkívül értékesek, vagy a színes bogyós gyümölcsök. Ezzel tudjuk legjobban megelőzni az érfal, a keringési, a szív betegségeket. És ezek itt rendelkezésünk rának, szilva, mely, tehát nagyon sok mindent elő lehetne venni. És van még egy nagyon fontos dolog, a víz. A napi vízfogyasztás az legyen arányos az életkorunkkal, általában 40 évig olyan 2-2 és fél liter, a fölött 3, majd 60 fölött 3 és fél liter körül kell naponta, mert a víz az egy alapvető elemünk. Tehát akkor azt hiszem, hogy tudatosságra is kell a mostani fiatalokat is tanítani, és ezek egy jó alapok adnak neki ehhez. És az ilyen rendezvényeket én azért nagyon szeretem, mert legalább terjesztjük a gondolatokat.
A mai gyerekek sokkal egészségesebben élhetnek a jövőben, ha megszívlelik ezeket a táplálkozási és életmódfaktorokat. Életmódfaktor például nem dohányzás. Ez egy nagyon súlyos egészségkárosító faktor. A másik a mozgás. És van még egy harmadik dolog, a barátság. Én ezt mindig nagyon előtérbe helyezem, mert az emberi agy működésének, a stressznek döntő szerepe van egészségi állapotunkban. Tehát mi az alapszabály? Öregedjünk meg egészséggel. Hát reméljük, hogy így lesz, és minél többen fogunk megöregedni. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen!